Még jobb. Az előző alkalommal beszéltünk néhány szót arról, hogy mi az oka a hindu hagyománnyal kapcsolatos különleges figyelmünknek, miért képvisel a szemünkben a hindu hagyomány egy kitüntetett pontot, és elmondtuk azt, hogy emögött semmiféle ilyen irracionális vallási vonzódás nem áll. Megpróbáltuk eléggé tömören és világosan feltárni azt, hogy ennek a kitüntetett figyelemnek az elsődleges oka az, hogy a végső azonosságról ez a hagyomány beszél a lehető legvilágosabban. Ez a hagyomány fordít kitüntetett figyelmet a végső azonosságra, az önvaló és az abszolút istenség közötti tökéletes azonosságra. Ez az elsődleges és némi túlzással azt lehet mondani egy egyedüli ok, ami miatt a hindu hagyomány kitüntetett figyelmet élvez a szemünkben. Vannak emellett természetesen partikuláris okok is, de ezek nem lényegesek. Maga a végső azonosság tulajdonképpen egy elcsépelt fogalom. Az átmának, amit Baktai Ervin meghonosodott fordításában önvalóként fordítunk, és a Brahmannak, vagyis az abszolút és személy feletti istenségnek az azonosságáról van szó. Különböző azonosságok vannak a világban, de ezt nevezzük végső azonosságnak. A végső azonosságot a hindu hagyomány különböző módon juttatja érvényre, különböző formákban, módokon jelenik meg, jeleníti meg. Elsődleges ezek közül, talán minden mást előző, a négy mahávákja, vagyis a négy nagy mondat. Magát a vákját azt szokták mondásnak is fordítani, ezt kerüljük lehetőleg, mert szerintem degradáló. Négy nagy mondat, négy mahávákja, ami a négy véda értelmezéseként felfogható és eszenciális lényegződéseként felfogható négy upanisadnak a négy kulcsmondata. Prajñána Brahma, vagyis a tudatosság Brahma, Ayamátma Brahma, ez az önvaló Brahma, Tatvamasi, ez vagy te, az vagy te, és végül Aham Brahmasmi, én Brahma vagyok. Ez a négy mahávákja. A hindu hagyomány nem pusztán devocionális vallásos irányvonalainak a kitüntetett figyelmét képező és központi tanításait képező négy nagy mondat. Ahhoz, hogy ez a végső azonosság önmagam és az abszolút istenség közötti azonosság megvalósított legyen, ahhoz az embernek óriási utat kell bejárnia. Az, hogy óriási utat kell bejárnia, ez szimbolizmus, szimbolikus megfogalmazása annak, amit tennünk kell, tenni kell annak, aki ezt felvállalja, aki a hindu hagyomány és általában a hagyományok lényegére összpontosítani próbál. Tehát teljesen szimbolikus a megfogalmazás, de mégis azt kell mondanunk, hogy óriási utat kell bejárni annak, aki a végső azonosság igazságát megvalósított formában akarja birtokolni. Azért kell óriási utat bejárnia, mert az, ami ezekben a nagy mondatokban az önvalóra vonatkozik,
az általában teljesen félreértett. Ez alatt az emberek nagy többsége azt a personális, mentális, testi én gondolja, ami általában reggel fel kell, este lefekszik aludni, stb. Az négy nagy mondásban megjelenő prajnyánam, vagyis tudatosság, ez, I am, vagy tat, illetve aham, egyáltalán nem ezzel a közönséges önmagamsággal azonos. Egyáltalán nem az a közönséges én, aki reggel felkel és este lefekszik, és éjjel álmodik, hogy mély alvásban van, hanem egy teljesen természetfeletti metafizikai principium, éppen úgy teljesen természeti és metafizikai principium, ahogy maga Brahman is az. Kitüntetettséget a szemünkben maga az átmán fogalom és általában az autológikus megközelítések annyiban élveznek, hogy kevésbé jelenik meg egy olyan fajta objektiváció ezeknek a vonalán, vagy ennek a vonalán, az átmának a vonalán, mint ami a Brahmának, vagyis a teisztikus megközelítésnek a vonalán megjelenik. Általában a teisztikus oldalát a mahávákjáknak, az teljesen objektivált módon, tőlem idegen, elkülönült, tőlem abszolút a fölött álló, magunktól abszolút a fölött álló principiumként fogják fel, és ez az objektiváltság vagy objektivizáltság, ez teljesen inadekvát, és ennyiben előnyben részesítjük az autológikus oldalt, vagyis azt, ami az önvalónak a valóságát, az önmagamságnak a valóságát emeli ki, az énnek és az önvalónak a valóságát emeli ki a mahávákják tekintetében. Ezt azt lehet mondani, hogy a hindu hagyomány viszonylatában más tradíció sokkal kevésbé, vagy sokkal kevésbé metodikusan emeli ki ezeket az oldalakat, máshol is természetszerűen szerűleg megjelenik, még a kereszténységben is megjelenik, főleg Jézus Krisztus legbensőbb átéléseiben, de mégis azt lehet mondani, hogy a hinduizmus viszonylatában a többi tradíció erre az oldalra kevésbé fektet hangsúlyt. Ennek az oldalnak a hangsúlyozása, újra megismétlem, abból adódik, hogy ennek az autológikus oldalnak, vagy a mahávákják autológikus megközelítésének ipszaitásra, vagy önmagamságra, önmagasságra vonatkozó megközelítésének az objektiváltsága, objektivizáltsága kisebb, mint a Brahmanra, az abszolút istenségre, abszolút személy feletti istenségre, vagy általában az istenségre vonatkozó megközelítések. De, bár az objektiváltság kisebb, egyéb torzítások, torzulások vannak, általában azon a vonalon, hogy az emberi személyiséget nem akarják kellőképpen meghaladni, annak a megtartására különböző önigazolásokat keresnek, és bizonyos megközelítések ezért hangsúlyozzák az átmának a fontosságát. Mi nem tartozunk ezek közé, erőteljesen hangsúlyozzuk a teisztikus oldalt, de kitüntetettséget élvez a szemünkben a hindu hagyománynak az a vonulata, amely teisztikus megközelítésektől teljesen függetlenül hangsúlyozza az önmagamságnak, önmagammá válásnak a lehetőségét. Tehát ebből is látható, az átmával kapcsolatos félreértések és szimplifikációknak a vonalán is világosan látható az, hogy az embernek óriási útat kell bejárnia ahhoz, hogy az a végső azonosság, amit a négy mahávákja kifejez, az a végső azonosság valóban megvalósuljon. Ennek az útnak a lehető legadekváltabb kifejezése az az Európában már a végtelenül elcsépelt fogalom, amit úgy nevezünk, hogy jóga. Egy végtelenül elcsépelt fogalomról van szó. Ezt az elcsépeltséget némileg tudjuk oldani azzal, hogy azt mondjuk, hogy a jóga nem más, mint a metafizikai megvalósításnak az alapszava, alapkifejezése. Azzal, hogy ekként definiáljuk a jógát, azzal már eleve túlmutatunk a kortárs alpári értelmezések sokaságán,
hangsúlyozottan metafizikai megvalósításról van szó, nem lábtekergetésről, nem légzéssel, nem kizárólag légzéssel kapcsolatos operációkról vagy áloperációkról, hanem a metafizikai megvalósításról. Tulajdonképpen értelmező fordításban azt lehetne mondani, hogy a legadekvátabb fordítás, értelmező fordítást értve ez alatt, tehát nem szó szerinti fordítást, a jógának a legmegfelelőbb fordítása az, hogy metafizikai megvalósítás. Nincs, nem találunk ennél jobbat. Különböző jóga irányvonulatok vannak. Számuk rengeteg. Beleértve a tibet, vagy belegondolva abba, hogy tibetiek vannak, indiaiak vannak, bizonyos értelemben még távol keletibbek, tehát japánok vannak, koreaiak vannak. Ebben az értelemben a jóga irányzatok száma láthatóan hatalmas. A jóga irányzatok tekintetében három alapvonulatot lehet megkülönböztetni, célszerű megkülönböztetni, többet is meg lehet, de célszerű hármat megkülönböztetni. Valamennyi jóga irányvonal, szinte százakról van szó, besorolható abba a hármasságba, ami a bhakti jóga, a karma jóga, illetve a jnana jóga, vagy más kérdésben jnana jóga. Alapvonulataiba sorolhatóak ezek, mondom valamennyi, tehát hogyha 100 jóga irányzatot különböztetünk meg, akkor is valamilyen értelemben ezek alá besorolhatóak, hogyha nem egy alá, akkor kettő alá, hogyha nem kettő alá, akkor három alá, e három alapvonulat tekintetében. Van egy különlegesen a szemünkben kitüntetett jóga irányvonal, amit egyesek negyedik alap jóga vonulatként értelmeznek, mások a hármat egységesítő irányvonalként fogják inkább fel, én egy kicsit ezek közé tartozok, a tantra jogáról van szó. A tantra jogát bizonyos értelemben fel lehet fogni egy negyedik alapjoga vonulatként, bizonyos értelemben úgy lehet rá tekinteni, én hajlok erre, hogy egy olyan irányzat, a jóga irány, zatok tekintetében, vagy irányvonulatok tekintetében tulajdonképpen egyedülálló irányvonal, amely mind a három alapjogával, a bhakti jogával, a karma jogával és a jnana jogával együttesen és szintetikusan és hierarchizáltan operál, és ezek csúcsszintézisének tekinthető. Leszámítva a buddhista jóga irányvonalakat, főként a hindu jóga vonulatok, valamennyi, főként a hindu jóga vonulatok valamennyi irányzata és irányvonala tekintélyként ismeri el Patanjali által lefektetett, vagy Patanjali, pontosabban fogalmazva, Patanjali személyiségében összegződő klasszikus jógát, amit Patanjali féle jogának is, klasszikus jogának is nevezni szoktak. Még exaktabb kifejezéssel, vagy meghatározással élve az Ashtanga jogát, 8 rétű jogát. Mint tudják, Patanjali a Yoga Sutrájában 4 pádában, 4 részben, különösen a 2. pádában, tehát a 2. részben felállít egy klasszikus 8 rétű, 8 fokozatból, 8 tagból, 8 tagozatból, 8 ángából álló jóga rendszert. A rendszer szó itt nem igazán adekvát, mert általában a modern összefüggésekben szokták használni. Egy olyan a jóga rendjének, összrendjének egy olyan 8 rétű felosztásáról van szó, amelynek a fokozatait ő ángáknak, tagoknak, tagozatoknak nevezte.
ezt a 8 tagozatot többé vagy kevésbé, de ezek valamelyikeit szinte kivétel nélkül minden irányzat figyelembe veszi, és ezért azt lehet mondani, hogy főleg a hindu jogikus irányzatok esetében Patanjali abszolút tekintélynek minősíthető. A különbségek abban állnak, hogy vannak olyan radikális megközelítések, amelyek jogának a legradikálisabbak, jogának kizárólag a szamádikkal kapcsolatos operációkat tekintik. A szamádi a 8 réti vagy 8 tagozatú jogarend esetében a legfelsőbb tagozatot jelenti, és ezek a megközelítések azt mondják, hogy kizárólag azt tekinthető metafizikai megvalósításnak, ami a legfelsőbb tagozatnak a körében mozog, tehát szamádi típusokkal, ezen a 8. fokozaton belüli különböző típusokkal kapcsolatos operációt jelent. Vannak kevésbé radikális irányzatok, amelyek beszélnek az alsóbb 7. fokozat kapcsán fennálló jogáról, nyána jogáról. Vannak olyanok, amelyek dárana jogáról, tehát a 6. fokozattól felfelé fokozatok megvalósítása esetében beszélnek valódi jogáról, és vannak olyan irányzatok, amelyek mind a 8 tagozat esetében, ugye 8 tagozat együttesében azt a megtisztelő megközelítő vagy megtisztelő felfogást tulajdonítják Patanjalinak, hogy mind a 8 fokozat esetében jogáról lehet beszélni. Most a helyzet nem ennyire egyszerű, azért nem egyszerű, több okból kifolyólag nem egyszerű. Többek között azért nem egyszerű, mert a fölülről nézve 8., 7. és 6. fokozatok, tehát szamádi, nyána, dáranál fokozatok alatti szintek esetében, de még inkább a 6. pratyahára, vagyis befelé fordulás fokozata alatti szintek esetében nem lehet egyértelműen arról beszélni, hogy jogáról van szó. Annak ellenére nem, hogy vannak olyan irányvonalak, amelyek ez alatti szinteket, tehát például az ászanáknak, vagy a pránajámának, az életszellem szabályozásnak, közönségesen fordítva lélegzés szabályozásnak a szintjét is már jogának nevezik. Ennek ellenére ezeknek a szinteknek az esetében nagyon nagy mértékben kérdéses az, hogy mennyiben beszélhetünk metafizikai megvalósításról, hogyha a jogát metafizikai megvalósításonak értelmezzük, már pedig láttuk, hogy így a legcélszerű felfogni, és ez a legegzaktabb jelentése. Tehát röviden, az alsóbb szintek esetében vannak olyan felfogások, olyan értelmezések, olyan értelmezési lehetőségek, még a magának, Patanjalinak a megfogalmazásait tekintve is, tehát nem nézve a deviációkat és az eltévejedéseket, amelyek nem teszik lehetővé azt, hogy ezek tekintetében teljesen egyértelműen jóga szintről beszéljünk. A legkritikusabbak ebben a tekintetben a 2 első fokozat, ami a mai előadás témáját képezi, a Yama és a Niyama fokozata, ezek a 8 rétű joga rend első 2 tagozatát képezik, Yama és Niyama. Azok a sajátosságok, amelyek ezekhez a fokozatokhoz tartoznak, azok az általánosan elterjedt, nem csak mennyiségi értelemben általánosan elterjedt, hanem ezt szűkítve is elterjedt felfogásokat tekintve nagyon vitathatóan tekinthetőek metafizikai megvalósításnak. Ennek ellenére, és remélem ezt is látni fogjuk a mai beszélgetés során, ennek ellenére vannak olyan pontjaik már ezeknek a kezdeti fokozatoknak is, amelyek valamilyen értelemben mégis legitimmé teszik, vagy indokoltá teszik azt a megközelítést, amely szerint ezek jogikus fokozatok. Hogy miért erről beszélünk ma?
Miért erről a két első fokozatról? Amikor ennek az előadás sorozatnak, ezeknek a pénteki előadásoknak a tervezete kialakult, akkor Szmarád Csabával meg Virág Lászlóval egyetértésben azt határoztuk el, hogy azokat a lehetőségeket próbálja kutatni ez a pénteki előadás sorozat, amelyek a mai ember számára elérhetőbb lehetőségek, mint más. Vagyis azokat a szellemi azokat a lehetőségeket keressük, amelyekbe bekapcsolódva és amelyeket kiaknázva az ember egyáltalán szellemi útra léphet. Ebből a szempontból óriási jelentőségűnek tartom a 8-os felosztású jóga, asztanga jóga első két fokozatát. Nem zárva ki, hogy ez az első két fokozat olyan magas szinten is megvalósítható, ami már nem az előkészítésnek a körébe tartozik. Nem az előkészületeknek a körébe tartozik. Tehát azért beszélünk ma az első két tagozatról, a Yamáról és a Niyamáról, mert ezeknek egy bizonyos értelmezése, sőt ezeknek az általános értelmezése, leszámítva a legmagasabb rendűbb értelmezéseket, valamilyen módon rávilágít arra, hogy milyen előkészületi lépéseket kell ahhoz tenni, hogy az ember azt tudja mondani magáról, nem teljesen megnyugodva, de nagyjából megnyugodva egy szellemi utat jár. Vagy a szellemi útra még pontosabban fogalmazva rálépett, vagy ráléphet. Tehát úgy véltem, hogy a Yamának és a Niyamának a témája, még ha nem is legmagasabb szinten értelmezzük azokat, nagyon szorosan kapcsolódik ennek a pénteki előadás sorozatnak a közös tematikájában, vagyis a szellemi út benső lehetősége jelenkorban címet viselő előadás sorozatban. Általánosan elterjedt, részemről több helyen hallott megközelítés az, hogy a kor jelentős, a jelenkor jelentős előadói, jelentős szellemi emberei túlzásba viszik azt, hogy előkészítésről, előkészítésről, előbeavatásról és ilyenekről beszélnek. És ezek a vélemények, ezek olyasminek is próbálnak hangot adni, miszerint mindez nem lenne meg a hagyományokban. Tehát nevesítve a dolgot, például László András megközelítése nem teljesen tradicionális, azért, mert oly mértékben hangsúlyozza a szellemi út előkészítésének a fontosságát, hogy ahogy a hagyományok ezt nem tették meg. Most ez úgy, ahogy van, aki tudja, fogadja el, nekem kerekperec hülyeség. A hagyományok kifejezetten megvalósításra ráállított útjai és útvonalai annyira erőteljesen hierarchikusak, hogyha verbálisan nem is beszélnek előkészítésről, magába a rendjükbe implicite bele van az rejtve, hogy előkészítési fokozatok vannak, és az előkészítési fokozatoknak is van előkészítése. Ez nagyon pregnánsan végigkövethető az Ashtanga Yoga esetében, tehát a Patanjali által felállított vagy leírt, mert valószínűleg nem ő állította fel, az általa leírt 8-rétű jogának az esetében, ahol is. A Yama és a Niyama egy alacsonyabb rendű megközelítésben, tehát az első két tagozat megfeleltethető az előkészítésnek. Ez egyféle megközelítés lesz, amit mondok.
vannak más lehetségesek, másféle megközelítések is, de egy bizonyos megközelítésben a Yama és a Niyama megfelel az elő-előkészítésnek. Az ászanák és a pránájáma életszellem szabályozás és a testhelyzetek megfelel az előkészítésnek. A pratyahára megfelel az alapfokon gyakorolt szellemi útnak, és az a fölötti fokozatok a voltak éppeni szellemi útnak. Tehát a befelé fordulás fölött kezdődnének igazából azok a fokozatok, amelyek szigorú értelemben szelleminek minősíthetőek. Tehát ez most egy kicsit ilyen apodiktikusan hangozhat, de egy ilyen fajta strukturálódás, vagy egy ilyen fajta rendnek a kiépítése véleményem szerint implicit módon, nem kimondva, de teljes világossággal mutatja azt, hogy mennyire fontos az előkészítés, és mennyire fontos az előkészítés előkészítése, és hogy a szellemi út maga mennyire előfeltételekhez kötött, és mennyire hierarchikus, már amiután megvan, és szellemi útra való rálépésről beszélhetünk, akkor is mennyire fokozatokból áll, és azt megelőzően is. Most nem vizsgálva a felső fokozatokat, mert ez nem témája a mai előadásnak. Elszólásszerűen azért már mondtunk velük kapcsolatban dolgokat, de ezeket majd később vizsgáljuk talán. Koncentráljunk a Yamára és a Niyamára. Abban az értelemben, amit említettem, hogy ezek tulajdonképpen egy bizonyos értelmezésben a szellemi út előfeltételeit jelentik, és egyszer s mint azokat a kereteket, azt a hierarchikus szintet, ami a szellemi útba bevezetheti a mai embert. Általános értelemben a Yamát és a Niyamát erkölcsi szabályokat magában foglaló fokozatoknak tekintik. Erkölcsi szabályokat magában foglaló fokozatnak tekintik, mert maga a Yama például ilyen fokozatokat foglal magában, mint nem ártás, igazságosság vagy nem hazudás, nem lopás, önmegtartóztatás, nem birtoklás, vagy nem tulajdonlás. Tehát nem csak nem lopás, hanem nem is tulajdonlás. Például ilyen fokozatokat foglal magába. Ezek a Yamának a fokozatai voltak magyaros rossz fordításokban. Tehát úgy tűnhet, hogy az, ahol az ember a szellemi úthoz kapcsolódni tud, az valamilyen értelemben erkölcsi színezetű. Erkölcsi előfeltételeket kell ahhoz teljesítenie, hogy szellemi utat járni tudjon, és egy szellemi úton egy lépést is előre tudjon tenni. Ez így tűnik az elmondottak alapján. Bizonyos értelemben így is van. Csak mit értünk erkölcs alatt? Valaki mondta, hogy a nyugati világban, leszámítva a szellemiségnek a csúcsait, nincs még egy olyan szellemi terület, vagy még egy olyan intellektuális terület, ahol akkora zavarodottság lenne, és olyan visszaélések, alászállottságok, félreértések lennének, mint az erkölcs területe. Ennek az az oka, hogy a kultúránkra, nyugati kultúránkra a bélyegét egyetlen egy tradíció nyomta rá gyakorlatilag. Az iszlám csak az utóbbi időkben jutott szóhoz, és korábban rövid ideig, ez csak lokálisan, főleg Spanyolországban, vagy Törökországban.
Tehát egyetlen egy tradíció nyomta rá bélyegét a kultúránkra. És ez a keresztény hagyomány. De még a keresztény hagyománynak is van egy viszonylag önálló, hát ezt nehéz így kimondani, mert elég pontatlan, de valamilyen értelemben lehet azt mondani, hogy van egy olyan önálló erkölcsi értelmezése, ami különbözik, vagy megjelentek erre utaló jelek, egy önálló erkölcsi értelmezésre utaló jelek, amelyek különböznek attól a tradicionális vagy vallási szubstrátumtól, amiből kisarjadt, nevezetesen a zsidó hagyományból. A zsidó hagyomány egy par excellence moralizáló tradíció, ezt sajnos a kereszténység is átvette, és az előbb említett függetlenedés egyáltalán vagy alig rejtve kiskörökben tudott végbe menni. Tehát nem alakult ki önálló keresztény morál, és némi túlzással, bár én nem szeretem összemosni a zsidó tradícióval a kereszténységet, de azt lehet mondani, hogy az erkölcsi értékítéletünk és az erkölcs felfogásunk az gyakorlatilag a zsidó-keresztény hagyományra épül. Mindazokat a hibákat, azokat a korlátoltságokat magán viseli, amik a zsidó-keresztény tradíciónak az erkölcsi értelmezési korlátai. Magának a zsidó hagyománynak az esetében, nem akarok erről beszélni, röviden, néhány mondat. Magának a zsidó hagyománynak az esetében az erkölcsiség és a nagyon nagyfokú moralizálás teljesen indokolt volt, mivel a zsidóság egy olyan nomád szubstrátum volt, amit valamilyen módon meg kellett fogni, és az egyedüli eszköz, amivel meg lehetett fogni ezt a nagyon összetett nomád szubstrátumot, az az erkölcsiség volt, és az erkölcsi törvényeknek az írásba és kőtáblába fektetése. Tehát teljesen legitim és teljesen tradicionálisnak tekinthető az, hogy a zsidó tradíció egy moralizáló tradíció, ennek megvoltak a maga fő okai. Ezzel akarták gyakorlatilag megfogni azt a népességet, amelynek erre volt szüksége. Nem ezzel van a probléma, hanem azzal van a probléma, hogy Európában egyféle morál ismeretes, az, ami a zsidó-keresztény tradíciónak a kvázi közös morálja. És ez az erkölcs felfogás, ez egyáltalán összehasonlítva a keleti erkölcs felfogással, és összehasonlítva majd a joga alapjául szolgáló erkölcs felfogással, sokkal alacsonyabb rendű, és attól teljesen eltérő, és ahhoz képest gyenge szellemi szempontból. Gyenge azért, mert ez egy nagyon nagy képű és ex-katedra kifejezésnek tűnhet, de gyenge azért, mert a zsidó-keresztény hagyomány egy idő után, a kereszténységet is most már idevéve, úgy fogalmazta meg a saját erkölcsi értékrendjét, hogy nem világított rá arra, hogy ennek milyen szellemi okai vannak. Nevezetesen, amikor azt mondták az embernek, hogy ne lopj, akkor nem mondták meg, hogy miért ne lopj. Mi ennek a parancsolatnak a mélyebb értelme? Voltak körök, amelyek ezt tudták szellemi magaslataiknál fogva maguk számára mélyen interpretálni, és tudták, hogy miért nem kell lopni szellemi értelemben. De ezt általánosan egy olyan morál alakult ki, amely általánosan nem volt arra ráállítva, hogy ennek a parancsolatnak van mélyebb értelme is annál, mint hogy az embereket békjóba fogja és megregulázza. Tehát itt ez a probléma, hogy van egyrészt egy teljesen egysíkú, egy tradíció vonulatba, egy kettős tradíció vonulatába beigazítható, vagy bepréselhető erkölcsi értelmezés, ami bennünket is jellemez valamennyire. És ugyanakkor ez egyszer, mint egy olyan erkölcsi értelmezés is, ami nem világít rá az erkölcsi parancsolatoknak a szellemi értelmére és szellemi hátterére. Márpedig azok az erkölcsi vonatkozások, amelyeket a yama és a niyama jogikus fokozatok magában foglalnak, és amelyek kiinduló pontul szolgálhatnak az ember szellemi útra való rálépéséhez, azok olyan erkölcsi vonatkozások, amelyeknek szorosan szellemi vetületei vannak, szellemi okai vannak. És abban az esetben, amikor az ember egy niyama, vagy akár egy yama szabályt betart, abban az esetben szellemi
az adott szabálynak a szellemi vonatkozásait is betartja, vagy be kellene tartania, vagy be kell tartania. Mi nyugaton, hogyha betartjuk azt, hogy nem lopunk, vagy más feleséget nem kívánjuk meg, nem tartunk be semmi szellemi dolgot. Semmit. Mondjon bele. Itt betartunk valamit, ami szelleminek minősíthető. Valamiféle lelkiségi kritériumoknak nyilvánvalóan eleget teszünk, és helyesen tesszük, ha betartjuk ezeket a parancsolatokat, de szigorú értelemben szellemi kritériumoknak nem teszünk eleget, vagy szellemi minőséget nem valósítunk meg ezzel. Ezzel szemben, amikor a jamának, és még inkább a niyamának, de a jamának is a szabályait betartjuk, azok oly módon megkonstruált szabályok, hogy szükségszerűen szellemi vonatkozásuk van, kell, hogy legyen, kellene, hogy legyen, de még ha nincs is, nagyon közel áll az ember ahhoz a lehetőséghez, hogy a szellemi vonatkozásokat is megvalósítja. Ezért egy bizonyos értelemben maga az erkölcs egy nagyon kitüntetett pont abban a vonatkozásban, hogy az ember a szellemi útra ténylegesen rálépjen. Miért? Maga az erkölcs, a magyar erkölcs kifejezés egy elég bizonytalan fogalom, mellesleg. Tulajdonképpen klasszikus értelemben két egymástól elkülöníthető klasszikus fogalomnak a közös kifejezése. Kifejezése a morálnak, és kifejezése az étosznak. Most a morál és az étosz azért olyan még etimológiai értelemben sem, de kultúrtörténeti vagy szellemtörténeti értelemben pláne nem. Nem tekinthető azonos értékű fogalmaknak. Tehát tudjuk azt, hogy a morálnak, moralitásnak a gyöke a mus, latin gyöke a mus, sokféleképpen fordítható fogalom, de alapvetően olyan viselkedést jelent, ami külső szokásrenden alapul. Tehát azt mondja, arra a moralitásra is azt mondjuk, hogy erkölcs, ami külső szokásrenden alapul, és arra az etikára is azt mondjuk, hogy erkölcs, amely esetben az etika nem ennyire egyértelműen egy külső szokásrenden alapuló kifejezés, hanem nagyon erőteljesen egy benső, és szigorúan benső magatartással függ össze. Tehát amíg a moralitás külső szokásokon alapuló erkölcsiséget jelenti, addig ezzel szemben az etika egy magatartáson alapuló, és a magatartásnak azért érezzük ennek a fogalomnak a súlyát, alapvetően van egy benső vonatkozása. Tehát ezzel szemben a moralitással szemben az etika az egy magatartáson alapuló erkölcs kifejezés. Tehát egyaránt erkölcsnek nevezzük azt, ami morális, külső szokásrenden alapul, és egyaránt erkölcsnek nevezzük azt, ami egy saját vagy benső magatartás. És ami nem látható, lehet, hogy nincs is külső vonatkozása. Nyilván azért van, de az etika alapvetően magatartást jelent, és hogy magatartásról nem lehet mindig tudni, hogy az külső vagy benső. Tehát az erkölcs esetében még nyugati viszonylatban, nyugati keretek között is bekalkulálva a görögséget, a kereszténységtől független görögséget és latinságot, rómaiságot, nyugaton is rendelkeztünk vala egy olyan erkölcsképpel, ami nem kizárólag a külső szokásrenden vagy a külső parancsolatokon alapult, hanem egyfajta benső meggyőződésen és benső viselkedésen, aminek voltak külső megjelenései is, de ezek a külső megjelenések is egyéni megjelenések voltak. Tehát azt lehet mondani, hogy alapvetően egy benső magatartásról van szó az etika esetében, és ezt is erkölcsnek nevezzük. Na most ha megnézzük, hogy mi van keleten,
mi van a jamának és a niyamának az esetében, tehát mi van a jóga első tagozatának és második tagozatának, vagy tagjának. A tagozat egy kicsit iskolás kifejezés, meg a betagozódást, mint olyat is, arra is utal. Lehet azt mondani, hogy tagja, csak a tagjával meg az a probléma, hogy a tag meg valamilyen értelemben különálló, és a maga az ánga kifejezés az pont arra szeretne utalni, hogy szerves része a jogának. Tehát úgy része a jogának, mint hogy az embernek az emberi testnek a végtagok a részei. Tehát a jogának az első két tagja esetében mi a helyzet? A jóga első két tagja esetében teljesen világos, hogy azok a sajátosságok, amiket ezekhez a fokozatokhoz kötnek, azok olyan értelemben erkölcsi sajátosságok, hogy nem külső szokásrendben alapulnak, hanem alapvetően az etikának, tehát a benső magatartásnak a világának a részét képezik. Megvan bennük egyébként a külső szokásrend is. Tehát megvan bennük a moralitás vonatkozás is. Csak abban az esetben, hogyha valaki nagyon erőteljesen a külső vonatkozásra, sokra és a moralitásra, külső erkölcsiségre, általános külvilági erkölcsiségre helyezi a hangsúlyt ezekkel kapcsolatban, akkor tulajdonképpen nem tud igazán jogikus útra lépni. Tehát ha így értelmezzük, mert elvileg lehet őket így értelmezni, és a szerzők általában ilyen alsóbb szinten értelmezik ezeket az alsóbb fokozatokat. Hogyha így értelmezzük, akkor tulajdonképpen egy olyan értelmezését adjuk meg a jamának és a niyamának, ami alapján a felsőbb fokozatok nem tudnak kialakulni. Tehát nem lehet arról beszélni, ami a jelen előadás témájának az okát képezi, hogy ez két olyan fokozat lenne, ami bevezeti az embert a szellemi útba. Ami konkrét benső lehetőségeket jelent számára arra nézve, hogy szellemi utat járjon a jelenkorban is. Ha viszont a külső értelmezésektől, majd fogok ezekre a külső értelmezésekre példát mondani, ha ezekről a külső értelmezésektől az ember eltávolodik, és a szabályoknak a benső értelmét is bekalkulálja, és a benső lényegét is sikerül intuitíve meglátni, abban az esetben valóban valós lehetőséggel bír arra, hogy a szellemi útra rálépjen. Lehet, hogy nem jogikus szinten, és az esetek nagy többségében valószínűleg nem jogikus szinten fog rálépni a szellemi útra, de mégis valami olyat kezd el csinálni, aminek van köze a szellemi úthoz. Miért? Az antik világban az etika kitüntetettsége az abban állt, véleményem szerint, hogy az általános teóriákkal szemben az etika eleve egy megvalósításra centrált területét jelenti a létnek. Az etikával kapcsolatban nem merül fel az, hogy megfogalmazok egy olyan elvet, mondjuk, hogy jószívűség, és azt nem vonatkoztatom magamra. Hogyha a jószívűség etikai elvként merül fel, csak egy példát említsünk, ha a jószívűség etikai elvként merül fel, akkor ezt mindenki, aki a fogalmat komolyan veszi, úgy fogja mondani, úgy képzeli el, és úgy éli meg, hogy a jószívűség egy olyan valami, amit nekem meg kell valósítani. Nem teóriákat szöveget, nem gondolati halmazokat gyárt ezzel kapcsolatban, hanem azt mondja, hogy a jószívűség egy olyan valami, amit nekem meg kell valósítani. És hogyha megnézzük az összes többi etikai, tehát nem pusztán morális, etikai tulajdonságot, vagy értéket, tulajdonságokat, amelyek szimpatikusak számunkra, valamennyivel kapcsolatban ezt látjuk, hogy megvan ez az óriási előnyük, hogy a teoretikus és elméleti képzelődés velük kapcsolatban egészen kicsiny, és a megvalósítás dominál. Tehát amikor az ember lát egy, vagy hall egy etikai minőségről, amilyen például az előbb említett jószívűség, vagy mondjuk a nagylelkűség, vagy az őszintesség, abban a pillanatban ez
számára egy olyan minőség, amit magára tud vonatkoztatni. Lehet, hogyha azt hallja, hogy Brahman, ez számára nem mond semmit, vagy azt hallja, hogy akinek az átma nem jelent semmit, annak szinte alig tudok valamit mondani. De még azt is megkockáztatom, hogy aki meghallja azt, hogy átma, lehet, hogy nem mond neki semmit, de azt meg meghallja azt, hogy becsületesség, ez úgy tud viszonyulni, abban az értelemben adekvátabban tud viszonyulni, mint az átmához, hogy erre azt mondja, hogy én nekem ezt meg kell valósítani. Tehát nem egy olyan fogalom számára a becsületesség, ami idegenségben van, és egy ilyen absztrakt, és nagyon elméleti, nagyon racionalitással telezavart, és gondolati búrjánzásokkal telezavart fogalom, hanem világosan szívből érzi, hogy bizonyos erkölcsi értékek, az előbb említetteket is mind beleértve, és még jó párat, olyanok, amit neki egyben meg kell valósítania. Becsületesnek lennem kell, mert nem lehet más. Ehhez még az embereknek van valami köze. Ilyen értelemben ezek olyan fogalmak, amin keresztül a megvalósításról, ha figyelik az ezekhez való saját benső viszonyukat, akkor ezeken keresztül a megvalósításról valami képet nyerhetnek, ezeken keresztül a megvalósítást elvben, más szintekre is, ezeken az etikai kategóriákon túlvezető más fogalmak esetében is, hogy más szintekre is ki tudják terjeszteni. Tehát szumma szummáról az erkölcsi szint magas rétegei, amelyek nem külső értékrend, vagy ránk erőltetett értékrend révén jelennek meg az elménkben, vagy elsődlegesen nem annak a révén jelennek meg az elménkben, hanem saját benső igényünk van velük kapcsolatban, azoknak a fogalmaknak a révén az embernek lehet egy alapvető intuícióra arra vonatkozóan, hogy mi a megvalósítás. És arra vonatkozóan is, hogy a megvalósítás lehetséges. Na most ez még messze nem spirituális megvalósítás, nem szellemi megvalósítás, de legalább arról a fogalomról, mindegy, hogy milyen fajta megvalósítás, vagy megvalósítás, vagy realizáció, erről lesz valamiféle, nem csak fogalmuk, hanem benső élményük is. Tehát valószínűleg egy ilyen értelemben tették meg a jóga, ha egyáltalán ezt így lehet mondani, tették meg a jóga első két fokozatának, a jamát és a niyamát, amelyek etikai vonatkozásokkal bíró, de az etikai vonatkozásokon messze túlterjedő sajátosságokat foglalnak magukba, amely sajátosságok a szellemi út előfeltételei, vagy hogyha nagyon mélyen ki vannak bontakoztatva, akkor a szellemi út első lépései. A szellemi út azon első lépései, amelyek hosszas út során az embert metafizikai megvalósításnak a magaslataiba. A szellemi úttól némileg elválasztott, és azon belül differenciált metafizikai megvalósításnak a magaslataiba be tudják vezetni. Ezek közül az első, a jama, ilyen jelentésekkel bír, mint hogy járom, gyeplő. Ennek az igei alakja is a jelentésébe tartoznak, tehát megtartás, megfogás, és mindenek előtt korlátozás, visszafogás, és mindenek előtt megszüntetés. Szüntetés. Egyáltalán nem véletlen, hogy a jóga első tagozata a jama nevet kapta, ugyanazt a nevet, ami a hindu panteonban a halálistené. Nem tud a jóga útjára, vagy akár csak a szellemi útra
kicsit általánosabb értelembe vett szellemi útra rálépni az az ember, aki nem rendelkezik már előzetesen olyan vonásokkal, amilyenekkel a halál rendelkezik, vagy a halál istene. Tehát aki nem tud dolgokat elhagyni, aki nem tud megszüntetni dolgokat, ő nem fog szellemi útat járni. Most a Yama, mint Jóganga, 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 a Niyamához hasonlóan, tehát a későbbi fokozathoz hasonlóan 5 A fokozatot foglal magába, és önmagába, bár lehetnek az embernek intuíciói az eddig elmondottak alapján is, hogy mit jelent a Yama. Tulajdonképpen ez az 5 alfokozat az, ami igazán definiálja, hogy a megszüntetésen, a visszafogáson, az önkontrollon, a korlátozáson belül mit is értünk, illetve milyen módon valósul meg a megszüntetés, a visszafogás, az önkorlátozás. Arra az a Yamának az 5 belső fokozata mutat rá. Ezek a következők lennének. Először felsorolás felén, aztán majd részletesebben. Ahimsa, vagyis egyfajta fordításban, egy elnagyott fordításban először nem ártás. Most ezeknek a belső fokozatoknak az esetében úgy képzeljék el ezeket a belső fokozatokat, hogy ezek részben egymásra épülő fokozatok, mint az ángák esetében, tehát a 8 nagy fokozatnak az esetében, részben azonban nem egymásra épülő fokozatok. Tehát bizonyos értelemben egymásból következnek, bizonyos értelemben viszont paralellek is egymás mellett állnak. Tehát az ahimsa mellett ott van, következik a szatya, az igazságosság. Aztán az asteya, nem lopás. Brahmacharya, egy megint elnagyolt fordításban önmegtartóztatás, majd ezek részletesebben is szólunk röviden. És végül az aparigraha, graha, a nem felhalmozás. Mindenféle idétlen fordítások vannak ezekkel kapcsolatban, ezekkel a kulcsfontosságú fogalmakkal kapcsolatban, és ezek pontosan abból adódnak, hogy ezek a szellemiség és az erkölcsiségnek a határmezsgyéjén mozgó fogalmak. Az összes olyan fogalom, ami kizárólag erkölcsiként értelmezi ezeket, és aként is fordítja, vagy egy erkölcsi értelmezés jegyében álló fordítást ad ezekre, az idétlen megközelítés, és gyakorlatilag már első lépésben elzárja a törekvőt attól, hogy valóban jogikus utat járhasson be, mert egy erkölcsi kisiklatást csinál, és a fogalmaknak kizárólag az erkölcsi vonatkozásait adja meg. Tehát amikor az ahimsát nem ölésnek fordítják, és azt várják el a törekvőtől, hogy kizárólag ne tekerje ki az első kezeügyébe kerülő hattyúnak a nyakát, akkor eleve félreviszik a dolgokat. Tehát az ahimsa fordítható nem ölésként, mert belefér a fordítási lehetőségekbe, de ekként fordítani talán belátható, hogy mennyire túlságosan erkölcsi irányba siklatja ki a dolgokat, és mindenféle belső átélésbeli perspektívát egy ilyen fordítással gyakorlatilag kizárnak. Az ahimsa nem csak nem ölés. Az ahimsa teljesen generális értelem, általános értelembe vett nem ártás, a lét minden síkján lehetőség szerint megvalósított nem ártást jelent.
Már maga Patanjali is, de aztán különösen a tantrikus iskola, mert a tantrikus iskolák nagy része is magáévá tette a Patanjali féle kritériumokat és alaprendet, jogikus alapfelosztást. Patanjali is, de a tantrikus iskolák különösen hangsúlyozzák azt, ebben eminens a triká, vagyis az északi sajvizmus. Nagyon hangsúlyozzák azt a felfogást, miszerint már maga a jama belső fokozatai, belső kritériumai egyaránt vonatkoznak a testre, tehát egyaránt jelentenek fizikai nemölést, egyaránt jelentenek gondolati nemölést, majd beszélni fogunk erről, hogy ez mi lehet, és jelentenek szóbeli nemölést. Tehát épp úgy vonatkozik a testiségnek, vonatkoznak a kell értelmezni ezeket az alfokozatokat a testiségnek a szintjén, mint ahogy a gondolatiságnak a szintjén és a szóbeliségnek a szintjén. Most ha úgy fordítjuk ezt, hogy nemölés, az áhimszát, akkor majdnem lehetetlenné tesszük azt, hogy ezt a mentalitásnak a szintjén értelmezni tudjuk, tehát a gondolatoknak a szintjén értelmezni tudjuk, és ott is gyakoroljuk, és majdnem teljesen lehetetlenné tesszük azt, hogy a szóbeli, nagyon szubtilis cselekedeteknek a szintjére is vonatkoztassuk. Tehát helyes lenne olyan módon fordítani ezeket a fogalmakat, ezeket az alfokozatokat, amely fordítások nem kizárólag egy külsődleges moralitásnak a szintjét erősítik, hanem lehetőséget biztosítanak arra, hogy az ember ezeket mentális síkon is alkalmazni tudja. Mire gondolok? Ha az ember szellemi útra kezd lépni, és a megvalósítás útjára kezd lépni legalább egy etikai értelemben, még nem teljesen szellemi és metafizikai értelemben, kezd a megvalósítás útjára lépni, de elindul egy olyan úton, ami rávezeti őt a szellemi útra, akkor ez úgy tud megtörténni, hogy van egy olyan ideája, hogy áhimsza, és ezt az ideát nem csak a külső cselekedeteinek a szintjén érvényesíti, hanem érvényesíti a gondolatvilága tekintetében, és érvényesíti a kifinomult cselekedetei, vagyis a beszédének a szintjén is. Tehát azzal az áhimszá értelmezéssel megyünk valamire, ami értelmezhető számunkra a perspektívákat jelöl ki a saját tudati beállítódásainknak a terén. Lehetőségeket jelöl ki arra, hogy úgy értelmezzük az áhimszá fogalmát, hogy ezt a gondolatiságra is érvényesnek tartsuk, és a gondolatiságnak a szintjén se akarjunk ellene véteni, vagyis a gondolatiság szintjén ne akarjunk elkövetni olyan tetteket, amelyek a himszának, vagyis az ártásnak, erőszaktételnek a jegyében állnak. Tulajdonképpen egy nagyon komplex téma ez, de ezt a komplexitást némileg fel lehet azzal oldani, hogyha belegondolunk abba, hogy valójában az összes problémánk összefüggésben áll azzal, az összes mai világban felmerülő általános probléma, és a saját problémáink nagy része is, összefüggésben áll azzal, hogy azokat a tudati tényezőket, amelyek felmerülnek az elménkben, azokat ellenségként tekintjük. Valamilyen értelemben egy ellenfélnek, egy tőlünk független, olyan szemben álló félnek, ha nem is ellenfélnek, de egy szemben álló félnek. És akkor értelmezzük jól az áhimszát, és csak is egy ilyen értelmezésnek a vonalán jelennek meg a jogikus perspektívák, amikor mindezekre ki tudjuk terjeszteni a nem ártásnak az elvét.
Nevezetesen nem szegülünk szembe ezekkel a tudatunkban felbukkanó, tőlünk különállónak tűnő tényezőkkel és tudati objektumokkal, hanem saját tudatunk részeként, felmerülőként tekintünk rájuk. És ebben a vonatkozásban is megvalósítjuk az áhimszát. Nem csak egy hangyát nem taposunk el, hanem ilyen vonatkozásban is gyakoroljuk a nem ártást és a nem erőszaktételt, nem szembenállást, nem erőszakosság elvét. És a saját tudati mozgásainkat figyelve rájövünk arra, hogy mik azok a tényezők a tudatunkban, amelyek valamiféle ilyen erőcentrumok, vagy erőszakcentrumok, mert itt helyesebb az erőszak kifejezést használni, mik azok, amik ilyen negatív értelembe vett kulminációs pontok, és mindezeknek a vonatkozásában gyakoroljuk a nem ártás elvét olyan értelemben, hogy ezekkel nem szegülünk szembe. Hogyha nagyon feloldhatatlan a velük való ellentét, akkor inkább nem gondolunk rájuk, és nem foglalkozunk vele. Szóval ilyen perspektívákban talán feltárulhat maguk számára az, hogy hol kezdődik az az út, amikor egy látszólag erkölcsi elv, nem ártás, vagy nem ölés, ha így fordítják, kezd átalakulni valami olyan, a megélése egy fogalomnak kezd átalakulni valami olyanná, ami az ember számára elképesztően tág belső perspektívákat nyit. A legtöbb ember azért nem tud eleve szellemi útra lépni, mert például ellenséges emberekkel. De nem arról van szó, hogy bizonyos embereket nem lehet ellenségnek nevezni. Szóval én nem erről beszélek, tehát nem egy ilyen pacifista áhínszá értelmezésről, de az emberek nagyon nagy része azért nem tud szellemi útra lépni, mert folyamatosan ellenségeket tételez maga körül. Vagy ha nem ellenségeket, mert ezt így nem mondja ki, akkor ellenfeleket. Olyan dolgok jelennek meg a tudatában, amelyek ellenfelek, riválisok. Ki nem lehet semmit sem csinálni. Bármi megjelenik a tudatban, saját tudatom része. Ha ellenfélként jelenik meg, akkor is a saját tudatom része. Akkor járok el helyesen, hogyha a nem ártás jegyében nem fordulok ezzel szemben, elfogadom úgy, ahogy van. Amennyiben nem tudom elfogadni úgy, annyiban pedig nem foglalkozok vele, és így gyakorlom a nem ártás elvét. Ez a jamán belüli első fokozat. A második fokozat a szatja. Igazság, igazságosság. Mindig úgy fordítják, hogy nem hazugság. Azért fordítják így, mert a jama összes alfokozata, mind az öt tagadólagos megközelítéseket tartalmaz. Nem ártás, nem lopás, nem felhalmozás, vagy nem tulajdonlás, kettő kivételével mind ilyen tartalmaz, és azért a másik kettőt is, magát a szatját, az igazságot is, illetve a brahmacsárját is, ennek a fordítását is ehhez igazítják. Valóban fontos a jamát úgy értjük meg, a mi bellétét egyfelől úgy tudjuk könnyebben megérteni, hogy valóban tagadólagos principiumokat tartalmaz a rossz tagadása értelmében. Olyan összetevői vannak, amelyek valami rosszat tagadnak meg. Ennek a sajátosságnak, benső jama sajátosságnak a jegyében a második jama fokozatot, a szatját is nem hazugságnak szokták fordítani, valójában az igazságról van szó, ami azért is nagyon fontos, mert egy bizonyos fokon túl az ember nem tudja megállapítani, hogy mi áll a nem ártásnak a jegyében.
nem erőszaktételnek a jegyében, ugyanis vannak olyan nem ártó cselekedetek, olyan nem ártó tudati irányulások is, amelyek elő vagy utóbb végül is kiderül, hogy ártalmasak. Tehát tudjuk azt, hogy Indiában egy olyan szellemiség jegyében, vagy egy olyan pontosabban fogalmazva a lelkiség vagy mentalitásnak a jegyében, ahol az áhimszák kulcsfogalom, gondoljunk a buddhistákra vagy a dzsajnákra, egy olyan szellemiség esetében, ahol ez kulcsfogalom, nagyon könnyen bekövetkeztet az a deviáció, hogy semmivel szembe nem fordulnak, és nem csak az erőszakot likvidálják az életükből, hanem az erőt is. És ennek a nem ártás centrizmusnak, ennek az áhimszá centrizmusnak az lesz a következménye, hogy magának az antitradíciónak, amely őket tönkreteszi, annak sem akarnak ártani. Tehát van egy bizonyos pont, amikor kiderül a nem ártásról, hogy vannak a nem ártásnak olyan formái, amelyek maguk is ártanak, annak révén, hogy valami gyengességet lepleznek. És ahhoz, hogy felismerjük, hogy itt most valamiféle gyengeségnek a leplezéséről van szó, vagy valóban autonóm módon, relatíve autonóm módon végrehajtott áhimszáról, ahhoz egy újabb kritériumnak kell eleget tennünk, és ez a jamának a második fokozata adhatja. Tehát egy igazságra való beállítottságot kell realizálnunk az életünkben, vagy egy hamisságtól mentességet kell, ez még pontosabb a jama szintjén, egy hamisságtól mentességet kell realizálnunk az életünkben ahhoz, hogy valóban magát az áhimszá elvét is megfelelőképpen tudjuk alkalmazni. A harmadik fokozat nem lopás, nem eltulajdonítás. Hát erre egy zsidó-keresztény kultúrkörben azt mondják, hogy az emberek 90%-a megvalósítja. De nem olyan szinten, amiből szellemi operációk, vagy szellemi útonjárás következne. Mert például, mondjuk, lopásnak tekinthető esetleg az is, amikor az ember mondjuk egy előadás keretei között olyan dolgokról beszél, amelyek nem a saját gondolatai, hanem átvesz. Vagy mondjuk úgy ír, mint XY. Ez azért lehetséges, mert nincs azon a fokon, azon a szellemi fokon, hogy felismerné, hogy itt valamilyen értelemben a saját benső világában egy lopást hajt végre. Tehát magát a nem lopást, az asztéját, és elsődlegesen olyan szinteken kell értelmezni, amelyek nem csak formálisan valósítják meg ezt az elvet, hanem a gondolatnak és a beszédnek a szintjén is. Most ezen a vonalon, az előbb felvetett példának a vonalán nagyon messzire el lehet jutni. Tehát az embernek a nagyon autonómnak gondolt írásairól is előbb vagy utóbb kiderül, hogy bizonyos értelemben lopások. Ez egy benső ügy, egy benső harc, amit meg kell vívnia, és ilyen felismeréseket kell tennie. De ez már közel jár a szellemi úthoz, hogyha ezeket meg tudja tenni. Nagyon sok mindenről ki fog derülni, hogy lopás, de ő ezek képes mégis megtenni. Ezeket a belső felismeréseket. Minden esetre a nem tudás elve, vagy nem lopás elve, bocsánat, az asztéja elve, a jamán belüli asztéjának az elve elmozdítja az embert, amennyiben ez gyakorolt, és többszörösen elővett téma az ember belső mentális életében, gondolati életében. Annyiban elmozdítja egy olyan irányba, ami a következő jama fokozat, a brahmacsárja. Egy nagyon-nagyon kulcsfontosságú fogalom, és mivel nagyon kulcsfontosságú, ez egy nagyon-nagyon elrontottan interpretált fogalom is egyúttal. Ugyanis a brahmacsáriát egyszerűen nem jön megtartóztatásként szokták fordítani. Nevetséges. Nevetséges. Szóval a nemi önmegtartóztatás körülbelül ebben olyan rész, mondjuk
annyira kis rész, vagy nem kizárólagos rész, mint ahogy az ember életében az álom nem minden. De nem lehet ezt nem ilyen megtartóztatásként fordítani. Az önmegtartóztatás, hogyha nem is szót nem tesszük hozzá, hanem ezt általánosabb értelemben tekintjük, akkor egy kicsit helyesebb fordítás. Egyébként a szó szerinti fordítás az azt jelenteni, hogy valami olyasmi lehetne, hogy Brahma által és Brahmába vezetettség. Egy vezetettségről van szó, ami egy felsőbb és a legfelsőbb hatalom révén történik az ember életében. És hogyha belegondolunk abba, hogy a Brahma par excellence metafizikai fogalom, még akkor is, hogyha teizmus nyelvén egy metafizikai fogalom, akkor ilyen értelemben a brahmacsárja nem jelenthet más, mint általában azoknak a kritériumoknak az érvényesítését, amelyek a metafizikát megkülönböztetik a közönséges élettől. Nevezetesen a szenzualitáson való teljes felülemelkedettséget jelent. A szenzualitás tudatos kizárását, az érzékszervek emelkedett nem működtetését, direkt kizárását a hallásnak, a látásnak, a szaglásnak. Direkt kizárásokat jelent a brahmacsárja, és ilyen értelemben önmegtartóztatást. Most az, hogy mivel a jamának a szintjén járunk, tehát az első jogaengának a szintjén, az, hogy ezek a direkt kizárások, ezek abszolút pozitívnak tekinthetők-e vagy sem, nem lehet eldönteni. És valószínűleg ezek nem jelentenek abszolút pozitívumot, ezek olyan kizárások, amikben az ember még nagyon sok hibát követel. De a maga a jogikus tradíció azt követeli meg az embertől, hogy az első ángának a szintjén ezt hajtsa végre. Hajtson végre ilyen kizárásokat. Akkor is, ha a szerelméről van szó, akkor is, ha a feleségéről van szó, minden esetben hajtson végre ilyen kizárásokat. Barátai esetében, a legfontosabb gondolatai esetében is forduljon egy olyan belső világ felé, ami túl van ezeken a szenzuális tapasztalatokon, külső és belső szenzuális tapasztalatokon. Nagyjából a brahmacsáriát röviden így lehetne érzékeltetni, vagy most így tudnám, egy külön téma lehetne. A következő jama fokozat a parigraha. A parigraha az egy... Ezt is nagyon idétlenül fordítják. Tehát például Iyengar, akinek azért vannak bizonyos érdemei az árfonák vonatkozásában, meg a pránajáma vonatkozásában. Egy indiai jóga mesternek nevezett személyiségről van szó, tiszteletre méltó ember viszonylag, a mai felhozatalban különösképpen. Ő maga is ezt, sőt Kaczynski is, ajándékok, Baktai, nem Kaczynski, most pontosan már nem emlékszem, lényegtelen, az ajándékok nem elfogadásaként fordítja. Ezzel nem lehet mit csinálni, egy ilyen fordítással. Most ha az ember komolyan veszi a jamának a belső fokozatait. Nyilván, amikor az embernek valamit adnak, és az aparigrahát gyakorolja, akkor tulajdonképpen nem fogadja el azokat. De annyira partikuláris fordítás, hogy még partikulárisabb, mint a brahmacsáriát nem jön megtartóztatásként fordítani. Az aparigraha az körülbelül azt jelenti, szerintem a parigrahának a legjobb magyar fordítása az, hogy felhalmozás. És ez ettől való mentességet jelenti. Az ember nem gyűjt például. Mert mindaz, ami gyűjt, ellentmond a brahmacsárjának. Ellentmond annak, hogy befelé forduljon és a szenzuális tapasztalatokat meghaladja. De ez még mindig egy olyan szintű értelmezés az aparigrahának, ami inkább a morális, mint sem az etikai. Hiszen ez egy morális pont, ne gyűjts, jó, ne fogadj el ajándékokat, ne gyűjts. Van közük a dologhoz, de a morális értelmezésnek a kategóriájába tartoznak, tehát az alsóbb síkú erkölcsi értelmezésnek a kategóriájába.
úgy tudnám ezt megvilágítani, ezt a fokozatot, hogy is kritériumot, szellemi útra való rálépésnek a kritériumát, hogy ne búrjánozz, vagy ne tobzódj semmiféle dologban, tehát mentálisakban épp úgy se, szellemiekben, úgynevezett szellemiekben, tehát túlzott olvasás, túlzott egy olyan terjeszkedés, ami egy olyan terjeszkedésnek a kizárása, ami alapvetően horizontális terjeszkedés. Tehát nem viszi közel az embert a belső magjához, nem viszi közel ahhoz az önmagához, ami miatt egyáltalán ezeket a dolgokat most vizsgáljuk, ami miatt ezek felé az erkölcsi kategóriák felé fordul a figyelmünk. Nem viszi közel a lényeghez, mert például nem adja meg az élményt a parigraha, mint amit a brahmacsárja megad. A dolgok tudatos kizárása egy benső integráns magnak a jegyében, ezt megadja a brahmacsárja, de a parigraha nem adja meg. És ezért azt mondják, hogy a parigraha. Azt mondják, hogy ne halmozz fel, ne legyél terjengős, koncentrálj a lényegre. Ilyen kiegészítő kifejezésekkel tudnám értelmezni a jamának ezt az utolsó kategóriáját. A jama után niyama fokozatok jönnek, elérjük a második angát, második jogangát, jogaangát, jogatagozatot vagy jogafokozatot, ahol a belső, ahol szintén öt belső fokozat van. És ezek a belső fokozatok már nem a tagadásnak, a kizárásnak, a megszüntetésnek, a halálnak a jegyében állnak. Parancsolat érvényűek, és ennyiben közük van továbbra is az erkölcshöz, főképpen a belső etikához. Külső erkölcshöz is, de főképpen a belső etikához, viszont ezeket az etikai principiumokat, amiket a niyama foglal magába, és amelyek annak az összetevői és a belső fokozatai, de nem annyira fokozatszerűen, hanem inkább összetevőszerűen, ahogy ezt az előbbi öt esetében is említettem. Ez a öt belső niyama fokozat, ez már nem tagadólagos, hanem autonóm módon, vagy autonómabb módon, pontosabban fogalmazva, megalkotott principiális sajátosságoknak az öt fokozatát, vagy öt tényezőjét jelentik. Nem valaminek a tagadásának a jegyében áll, és kizárásának a jegyében áll a niyama, hanem valami pozitívumnak az érvényesítésének a jegyében. Ezért az első fokozat saúcsa, tisztaság. Van egy ilyen brámana szabály, hogy kétszer kell átöltözni egy nap. Elég általános szabály. Egy brámana öltözön át, de váltsa a ruhát napközben is. Tipikusan olyan szabály, amit egy európai ember a külső tisztaság jegyében álló szabályként értelmez. És alapvetően tényleg annak a jegyében is áll. De ez megint egy olyan erkölcsi szabály, aminek van benső és szellemi perspektívája. Nevezetesen idézd fel azt a pillanatot, amikor reggel felöltöztél és felkelt a nap. Még egyszer a nap során. Olyan, mintha azt mondanák, hogy kelj fel újra a napot. Abban a pillanatban, amikor felöltözöl, átöltözöl. Szóval itt az, hogy mi az erkölcs, meg mi szellemi, mi etikai és mi szellemi, azt azért nem tudjuk onnan meghúzni a kettő közötti határ. Tehát az erkölcsi szabályok jó esetben, és nem nyugaton, hanem keleten, és régen, szorosan a szellemiségbe ágyazott erkölcsi szabályok voltak, ezt próbált az előbbi példa is mutatni, amikor a tisztaság még legkülsődlegesebb szabályának is van egy olyan benső velejárója, amit egy elmélyedő, magára fókuszált élet fel tud tárni. És ugyanakkor nyilvánvalóan itt is továbbra, niyama fokozatok esetében is továbbra igaz az, hogy továbbra is igaz az, hogy három síkon kell alapvetően értelmezni a test szintjén, a gondolatoknak a szintjén és a szavaknak a szintjén.
testi síkon, mentális tudati síkon és szubtilis tudati cselekvéseknek a síkján is. Tehát tisztaságra vonatkozóan is ez igaz. De ezen a fokon lehetetlen az, hogy az ember például egy barátjára rosszul gondolja. Szóval azt megtenni niyama, tehát egy bevezető jogikus szinten, azt megtenni, hogy olyan emberekkel, akikkel összekötötte az életét valamilyen szinten, mondjuk munkatársi szinten, vagy baráti szinten, és nem úgy véletlenszerűen jöttek az életében, hanem ő maga tudatosan kötötte össze velük az életét, ő rájuk, ő róluk rosszat mondjon, rosszat gondoljon, ez lehetetlen. Ez csak egy bevezető jogikus szintről van szó. Tehát ilyen viszonylatban, hogy valakivel összekötöttem az életemet azzal, hogy egy ügyön együtt dolgozunk például, és nem véletlenszerűen fújtam elém az illetőt a szél, mint ahogy manapság a munkahelyeken az embert a munkatársai, vagy a munkahelyen a munkatársait, hanem én választottam. És egy ilyen emberre én rosszat mondjak. Erről rosszat gondoljak erről az emberről. Lehetetlen. De ez olyan mélyen tisztátalan dolog, hogy pláne a saját hülye gondolataimat még népszerűsítsem is másnak. Szóval szellemi út kizárva ilyen szinten, tehát kerekperec kizárva. Tehát saucsa, tisztaság, első niyama fok. Második fok szantósa. Általában megelégedettségnek fordítják, jó szó is, jó helyes etimológiailag a fordítás is. Csak az a baj, hogy a megelégedettség az valahogy így a dolgokba való belesimulást, meg passzív belefolyást jelent. Az én szó intuíciómban, vagy szó invenciómban, erre a szóra vonatkozó invenciómban. Úgyhogy ebben az esetben én, bár a niyama az már nem a tagadásoknak a szintje, mégis tagadólagosan fordítanám ezt a kifejezést, nem elégedetlenségnek. Tehát a szantós az tulajdonképpen az elégedetlenség aktív módon megvalósított hiányát jelenti. Nem vagyok elégedetlen a sorsommal, körülményeimmel. Olyan tudati irányulásaim vannak, igyekszem olyan tudati irányulásokat létrehozni az elmémben, hogy ne váljak elégedett lenni. Most azért, hogy egy ilyen rossz, tehát ez egy aktív, egy nagyon aktívan létrehozott nem elégedetlenség. Nem egy magától létrejövő megelégedettség, hanem egy aktív módon létrehozott nem elégedetlenség. Most ahhoz, hogy itt ezen a fokon ne jöjjön létre az, hogy ez a hamis elégedettség, meg kicsit ugyanaz, mint ami a Záhinsza esetében, hogy hát nem ártok senkinek, és akkor a világ jó lesz. Hogy ne fogadjam el úgy a dolgokat, ne legyek elégedetlen, de ne fogadjam el a dolgokat úgy, ahogy vannak. Ezért nagyon nagy jelentőségű a harmadik niyama fokozat, a tapasz. Kulcsfogalom, tudjuk, hogy a jogikus felosztáson kívül, meg mint al niyama fokozaton túlmenően is kulcsfontosságú kifejezés tulajdonképpen azt kérdést jelent. Azt kérdés a megfelelője a nyugati nyelvekben, nem szó szerinti fordításban aszkézis, mert szó szerinti fordításban valamiféle izzás. Egy uránikus létmód, egy olyan égi tüzesség, belső
tisztító tűznek az aktív fenntartása és ennek a kisugárzása a világra, ami miatt ez joggal egy általános kifejezésé vált a hindu tradícióban, és joggal az általános értelembe vett szádanának, vagy spirituális gyakorlásnak és megvalósításnak a kulcs kifejezése lett. De ezen belül, vagy ezt leszámítva egy alfokozata a niyamának, aminek a specifikus szerepe a niyama altagozatoknak a relációjában az, hogy a szantósában nem hagyja, hogy a szantosa negatív lehetőségei egy hamis megelégedettség megvalósuljon, hanem beiktat egy aktív tüzet, ami tulajdonképpen már az én aktív nem elégedetlenség szantosa fordításomba is bele volt építve, abban az értelemben, hogy ez egy aktív tüzes nem elégedetlenség. Tehát a tapaszt ezt külön önálló minőségként és alfokozatként próbálja megvalósítani. Utolsó előtti niyama fokozat, ez a svádhyája, ami szó szerint értelemben és általában így szokták visszaadni saját tanulmányok folytatását, jelenti saját tanulmányozás. Ebbe a tradicionális tanulmányozásokat is és ilyesmiket értenek bele szentszülőért tanulmányozását. Most ez annyiban nem állja meg a helyét, igaz, de megint csak az alsó szinten, alsó erkölcsi síkon. Annyiban nem állja meg a helyét, hogy tulajdonképpen attól a pillanattól fogva, hogy az ember a jamának a legelső fokozatát, az ahimszát tudatosan és gyakorlati értelemben tudatosan alkalmazza, addig a pillanatig már ennek a tanulmányozásnak meg kell történnie. Tehát, hogy világosan lássuk azt a helyzetet, amiről beszélünk. Arról beszélünk most, hogy a szellemi útra hogy lehet rálépni, milyen módon. Például, most nem egy kizárólagos módot tárok fel ezen az előadáson, hanem egy lehetséges módot. Közönségesen és általánosan erkölcsi kategóriáknak tartott fogalmaknak a belső élését tartom egy célra vezető útnak az első két jóga fokozat értelmében, ahhoz, hogy az ember a szellemi út, voltaképpeni szellemi útra rálépjen. De ahhoz, hogy ezeket az előkészítési fokozatokat járja, ahhoz már előzetesen tanulmányokat kell folytatnia. Tehát nyilvánvaló, hogy a második ángának a szintjén, a niyamának a niyamán belüli a negyedik ángának a szintjén, a svádhyájának a szintjén nem lehet kizárólag olyan saját tanulmányok folytatásáról beszélni, amit már jóval még a jama első lépései előtt, az erkölcsi értékek benső alkalmazása előtt meg kellett kezdenünk, és már évek óta gyakorolni kell azt megelőzően. Tehát ami az előkészítést is messze megelőzi. Éppen ezért a svádhyájája nem egyszerűen saját tanulmányok folytatását jelenti, mint ahogy ezt általában fordítják, hanem öntanulmányozást. Tehát itt a saját, a svának inkább ezt a fordítását javasolnám, hogy ön. Nem azt, hogy saját, és hogyha ilyen szó összetételben merül fel, hogy öntanulmányozás, akkor már mindjárt nem csak tanulmányok folytatását jelenti ez a tanulmányozást jelent ez a szint, és nem csak külső tanulmányok folytatását, hanem egy pontosan az előbbi fokozat a tapasznak a következtében, és az azt megelőző jama fokozatoknak is a következtében olyan, ezen a szinten, vagy ezen a fokozaton olyan befelé fordulásnak egy olyan fokozata valósul meg, amikor az ember külső tanulmányokat folytat, akkor már tulajdonképpen önmagát figyeli. Tehát ez nagyjából az a szint, amikor szent szövegeket olvas és magáról olvas bennük. Nem individuális értelemben magában, mert az individuális hülyeényével ezek soha nem fognak megtörténni, amiket ott olvas. Az individuális hülyeény az egy individuális hülyeény. De amik magával kapcsolatosak, legbensőbb ényével kapcsolatosak.
Tehát egy ilyen értelembe vett tanulmányozásról van itt szó. És az utolsó fokozat Ishvara Pranidhana, az utolsó niyama fokozat, utolsó niyama kritérium, és az első két jógángának a végső kritériuma, belső kritériuma. Pranidhanát nagyon-nagyon nehéz lefordítani, nem tudok rá jó fordítást, ilyen fordításokat adtam meg, hogy Istennek szentelődés. Én komolyan tudom venni az ilyen emocionális fordításokat egyébként, és mindenkinek azt ajánlom, hogy vegye ezeket komolyan. Nem akarok ebből viccet csinálni, de mégis kicsit mulatságos ez a fordítás az eredeti szanszkrit kifejezéshez képest. Például az a megközelítés, hogy az Úrnak való odaadás, de nem csak az Úr, nem csak az Úrnak, hanem az uralomnak való, mint olyannak való odaszentelődés. Talán valami ilyesmiként lehetne ezt fordítani. Tehát a niyamának a szintjén meg kell valósítanunk egy olyan minőséget, amikor az ember már alapvetően mind a külső, mind a mentális beállítódásainak a szintjén, és a szavaiban is, amennyire tudja, az uralomnak helyezi oda magát, azt a magát, ami nem önmaga, hanem ami egy ilyen fenomenikus maga. Ezekkel a kritériumokkal és ezeknek a fokozatoknak a megvalósításával létrejön egy olyan alapvető belső figyelem, és ezekre koncentrálva az ember életének van egy olyan befelé fordultsága, ami alapvető jelentősége ahhoz, hogy azt lehessen mondani, hogy az önvalója felé fordult, valódi önmaga felé fordulni kezdett, és ez a szükséges kritérium annak, hogy szellemi utat egyáltalán járni kezdjen. Köszönöm. És legközelebb nem ezen a vonalon haladunk tovább, tehát nem további jógángákról beszélünk, meg egyáltalán nem a Patanjali féle klasszikus jóga rend sajátosságaival foglalkozunk, hanem egy kicsit végső ideákra térünk ki. Aztán majd talán később valamikor folytatjuk ezt a vonalat.